ismerik azokat a beszélgetéseket, amikor két ember cukkolja egymást, és nem tudom eldönteni kívülállóként, hogy ez most komoly vagy vicc. Én most egy ilyen párbeszédnek voltam fültanúja, de hogy kik között, azt nem mondom el, de bemutatom a vendégeket. Ma itt van Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja, Dömsödi Gábor pásztó polgármestere, és Farkasházi Tivadar, a Hócipő munkatársa. Jó estét kívánok! Már nem stimmel a titulusom. Na! Én miniszterelnök helyettes jelölt vagyok. Milyen pártnak, vagy milyen koalíciónak a Családnak. Színében? A feleségem, a Mimi, a miniszterelnök jelölt. 100%-kal választottuk meg egymást, és kiszámítottuk, hogy pont annyi esélyünk van, mint a Fodornak, a Szigetvári Viktornak, a Bokros Lajosnak és a Momentumnak együttvéve. Ezt én nem bántásból mondom, de tudom, hogy önöknek nincs miniszterelnök jelöltjük. Nem indulunk a választáson, tehát mondom, hogy ugyanannyi az esélyünk, mint az indulóknak. És például nem kerested meg a Momentumot, hogy támogasson téged? Mert nincs miniszterelnök jelöltjük, neked viszont vannak miniszterelnök ki ambícióid. Nem, nekem a döntetlen elég. Aha. És akkor most már nem is kell nagyon sokat gondolkozni azon, hogy vajon kit cukkolhattak. Tehát most már csak azt kell eldönteni, hogy melyikünk volt az elkövető. Hát csak téged lehet cukkolni, Teddy. Hát ilyeneket cukolni. Mondasz. Hát persze. De ez miért? Ez neked most betalált, amit ő mondott? Nem csak elkezd valamit mondani, és nem értem, hogy honnan, hová akar eljutni. Hát ezt most miért mondta? Az ellenzéki pártokig jutottam el, csak az agyad nem fogja fel. Hát ez a probléma, csak az a baj, hogy nem én vagyok ebben az országban az alsó küszöb, van, aki még lejjebb van. Tehát azért gondolhatnál néha a nézőkre is. Hú, a barátaim, magasan kezdünk, és még van 40 perc hátra a műsorból. Nem fogunk itt ma unatkozni. Nem baj, egyébként amelyikünk előbb megsértedik és kimegy, az hagy időt a másiknak. De végül tulajdonképpen könnyű helyzetben vagyok, mert legalább egy ember maradni fog a beszélgetésbe. Tehát nem lesz az, hogy a legfontosabb. Nem lesz az, hogy magamra maradok. Na, megmondom, hogy mi volt a nap kérdése, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a műsor közben, vagy a műsor végére változik-e az arány. Nem ez lesz az első téma, de gondolják végig a kérdést még egyszer, és az arra adott válaszokat lehet még változtatni az arányokon ma. Azt kérdeztük önöktől, hogy előzetes letartóztatás helyett hazaengedte a bíróság azt a budapesti fiatalembert, aki megölte a barátnőit. Önök mit szólnak a döntéshez? Két opció volt, felháborító, hogy nem zárták őt börtönbe, és jó a döntés, bízom a bíróság szakértelmében. 96% mondta azt, hogy felháborító, hogy nem zárták őt börtönbe, 4% tartsa csak helyesnek a döntést. Hozzáteszem, itt nem arról van szó, hogy szabadon távozhatott a bíróságról ez a kamaszfiú, hanem arról, hogy házi őrizetbe kerül, és ráadásul egy jeladó lesz a lábán. Tehát elvileg minden mozgását követni fogják tudni a rendőrök. Beszélünk majd erről is, de nem ezzel kezdünk, hanem arról, hogy lesz egy parlamenti vitanap annak az 1300 menekült embernek az ügyében, akit Magyarország eddigi tudásunk szerint titokban fogadott be, legalábbis a kormány nem verte nagy dobra az ő befogadásukat. Ez az első téma. Rendkívüli ülés tarthat a parlament menekültügyben. Úgy tűnik, az MSZP is támogatja a Jobbik kezdeményezését, amely magyarázatot vár Orbán Viktor miniszterelnöktől a tavaly titokban befogadott 1300 menekültről. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának MSZP-s elnöke összehívja a testületet, mert miközben a kormány szavakban áldás küzdelmet folytat a menedékkérők európai szintű elosztásával szemben, addig titokban a magyar embereket megkerülve telepítettek be menekülteket. Az ügy előzménye, hogy a külügyi államtitkár egy máltai lapnak adott interjúban azt mondta, miközben a magyar kormány ellenzi a gazdasági migrációt és a kötelező betelepítési kvótát, nem mulasztja el kötelezettségét, és ezért tavaly is befogadott 1300 menekültet. Igaz titokban, ám ez az érintettek védelmében történt így. Na, miniszterelnök jelölt úr, képviselőjelölt úr, képviselőjelölt asszony. Miniszterelnök helyettes jelölt úr. Ja, igen, bocsánat, elnézik, kedves feleségéből lesz miniszterelnök. Szóval, hogy mit gondoltok, hogy van-e lényegi különbség a Brüsszel által határozottan, vagy a Brüsszelnek határozottan visszautasított kvóta, és e között az 1300 ember között, akiről kiderült, hogy mégiscsak befogadtuk őket. Hát egy dolog, bocsánatot kérek, egy dolog biztos, hogy feltűnő, hogy nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy milyen kifejezést használtak ezekre az emberekre. Menekült. Tehát menekültek, igen. Nekem igen. Is feltűnő. Tehát nem ez a világ disznósága, tehát hogyha semmi másból nem derülne ki az álsága ennek a történetnek, akkor ebből, hogy amikor hangulatot akarunk kelteni valaki ellen, akkor migráns, migráns, migráns. Amikor el akarjuk venni az élét annak, hogy mi azokkal az emberekkel, akikkel így kell bánni, úgy bánunk, ahogy kell bánni, vagy
azért annyira jól nem, de minimálisan úgy bánunk, ahogy kéne, akkor már menekült. Tehát csak hát az a probléma, hogy ezek olyan apró finomságok, amik egy ilyen propagandagépezett szőnyeg bombázása után nem hiszem, hogy még értő füleket találnak. Igazából szerintem inkább az a szomorú, hogy miért foglalkozik ennyire intenzíven ezzel az ellenzék, mert azt gondolom, hogy amíg a menekültekről, migránsokról, Soros Györgyről, nem tudom micsodáról beszélünk, addig igazából a Fidesz kommunikációs utcájában mászkálunk föl le továbbra is, ugyanúgy, mint eddig, és még arról beszélünk, amiről a Fidesz akarja, hogy beszéljünk, ugyanúgy egyébként, amikor az összefogásról beszélünk, és hogy ennek így most oké, kiderül, hogy ellentmondásban áll az, amit a Fidesz mond a bevándorlókról, és amit csinált tavaly, de hogy, és akkor most előrébb vagyunk ezzel? Lehet nem beszélni. Tehát lehet nem beszélni arról, hogy miközben azt mondjuk, hogy a Brüsszel által kiszabott kvóta, ugye nem is egészen 1300 ember, Isten ments, de közben letelepedési kötvénnyel ennek a létszámnak a sokszorosát engedjük ide, hogy a Genfi egyezményre hivatkozva befogadunk 1300 ember. Értem én, amit mondasz, csak hát, hogy mondjam, nyilvánvaló leleplezése egy hazugságnak látszó tárgynak. Most kell szerintem kell erről most beszélni, kell, de hogy kell. Azért a hangsúlyokat... Most persze, hát mire vagyunk véve. Két okból adtam át a szót, egyrészt udvarosságból, másrészt így akartam bosszút állni az előző kekeckedéseden, mert éreztem, hogy az Annával, ha szólíthatom, így fogok egyetérteni, tökéletesen egyezik a véleményünk, ugyanis ez nagyon szellemes dolog, hogy most a 100. hazugságon kapják a Fidesz, csak az előző 99 hazugsága se értünk semmit, tehát hogy ez az 1300 menekült lényegében még több is, mint az az 1296, és már kopt keresztényeket is hozzászámolhatjuk, csak ez a Fidesz kottájából való éneklés. A Fidesz ugye végig gondolta, hogy kerültünk mi kétharmados hatalomra. Úgy, hogy a vízidíjról és a tandíjról csináltunk egy népszavazást. Hogy tudjuk elkerülni a 2014-es választásokon, hogy erről beszélnek az emberek, hogy mi van a sürgősségi ügyeleteken. Úgy, hogy beszéljünk Soros Györgyről és a menekültekről. Tehát ez egy csapda. De hogy valami újat hozzátegyek, van egy nagyon figyelmemétő dolog. A Jobbik csatlakozott az MSZP kezdeményezéséhez, és azt hiszem már olyan is volt, hogy az MSZP csatlakozott egy Jobbik kezdeményezéshez. Én felvetem, annak ellenére, hogy nekem nagyon kellemetlen tapasztalataim voltak a szélsőjobbal, Kocsi ügyben, meg Zagyva Gyula engem személyesen is lögdösött, hogy egy konkrét ügy lenne Orbán Viktor elmozdítása a hatalomból, hogy soha többé nem térjen vissza. És miért nem lehet egy technikai együttműködés kötni a Jobbikkal, mert másképp a matek nem jön ki, nem mondok történelmi példákat, már az 5 perc lenne. Azért érdekes, amit mondasz, ez most egy Jobbik kezdeményezés volt egyébként, amihez az MSZP... De mindegy, a lényegen nem változott. Mert nem változtat. Hogyha emlékeztek rá, 2012 őszén volt, amikor Gyöngyösi Márton azt javasolta a parlamentben, hogy az izraeli magyar kettős állampolgárokat összeket. Hányban volt? 2012 őszén. És eltelt 6 év. Eltelt 6 év. Nem, 5 és 6. Hogy az izraeli magyar, csak hogy a nézők is értsék, kettős állampolgárokat össze kell írni nemzetbiztonsági okból, és akkor a szocialisták azt mondták, hogy nekik a Jobbikkal közös politikai témájuk nincs. Hát meg gyakorlatilag ezt a bojkottot törték. Churchillnek, Stalinnak mi volt a közös? Oké, de akkor 2012-ben, én azt hittem, hogy nem is volt olyan régen, de 2012-ben te is azt az álláspontot képviselted, egészen biztos vagyok benne én is. Mit? És hát azt, hogy nem lehet velük egy platformra helyezkedni semmilyen kérdésben. Hol lenne közös platform? Bár meg most mindjárt egyet akarok veled érteni. Tehát egy kicsit türelmesebb lennél, több sikered lenne az életben tenni. Ez lehet. És lám, eljött egy olyan pillanat, amikor egyetértünk abban, hogy igen, Orbán Viktor elmozdítására ezeknek a pártoknak, akik most egyébként máshogy működnek, mint akkoriban működtek, össze kell fogniuk. De egyébként előtte sem mást mondtunk. Ez nem összefogás, amit én mondok. Befejezném a mondatot. Előtte sem mást mondtunk, mert amiről itt szó van, és amiben egyetértettél az Annával, az egy akna. A Fidesz aknákat telepít, és hogyha az ellenzék ezekre az aknákra rálép, akkor már rálépett. Igen, mindig rálép, mindegyikre rálép, tehát ez nem az első akna, tehát több ilyen akna volt. Amikor ezekre az aknákra rálép, akkor abból nem tud jól kijönni, mert egy aknáról nem lehet lejönni. És általában én is azt mondom mindenkinek mindig, hogy ne migránsozzunk, ezt a szót ne is használjuk, ne erről beszéljünk, hanem mi tematizáljuk a beszélgetéseket, és arról beszéljünk, hogy egészségügy, meghalnak, amiket elmondtatok, oktatás, szegénység,
minimálbér, finanszírozhatatlan, erről beszélünk. Azt is mehet, hogy csak most azt történt, egy MSZP-s és egy DK-s beszélget a levegőből, hogy te melyik aknál léptél? Nem, azt nem ismerem. Én a Tordján Józsefet ismertem, aki azt mondta, hogy most vettem levegőt, most közbeszólhatott volna, de mivel nem szólt, folytatom. Tehát most jött el ez a pillanat, amikor én azt gondolom, vagy remélem, hogy nem a demokratikus ellenzék lépett rá erre az aknára, hanem a Fidesz a saját aknájára. És hogyha tényleg ráléptek, vagy lehet, hogy ez is egy trükk, és annyira rafináltak, hogy egy másik akna, egy akna van az akna alatt, tehát az is lehet, de szerintem azért ezt meg kell mutatni, hogy miről beszélnek ezek a politikusok, és hogy beszélnek róla, és kinek van igaza, és ki mond igaza? Én őszintén nem hiszem, hogy bárki a fülebottyát mozdítaná, azért meg kiderül, hogy egy hazugság volt a Fidesznek a propagandája. Én, ez már annyiszor fény derült ilyesmire. De van egy plusz hazugság, ami kiborítja a bilit mindig. Tehát az ez utolsó nem cseh. Ez nem ez elég, nem, szerintem. Ez nem az. Nem tudom, hát lesz még biztos, hogy szegény, lesz. Szegény kormány semmit nem tud jól csinálni. Tehát idáig azt kértétek számon rajta, hogy ezt az 1296 embert miért nem lehet befogadni, akik nyilvánvalóan nem fognak itt maradni, tovább akarnak. Most befogadták őket, és ez sem de jó. Kiderült, mi a baj ezzel? De kiderült, hogy ezek az emberek nem azok az emberek. Tehát én minden migrációval kapcsolatos kérdéshez hozzáfűzöm, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de ez a 13. fontos kérdés. Ha az előző 12-n végigmegyünk, akkor ezzel is lehet foglalkozni. Ez a csapda, hogy állandóan ezt rágjuk, mint a gittet, miközben őület mi van egy sürgősségi ügyeletem. Meg fognak halni. 7 évvel kevesebbet élünk, mint az uniós átlag. Szlovéniában 7 évvel többet élnek az emberek, mi meg vitatkozunk, hogy hova építsünk még kerítést. Anna, hogyha most a Momentum bennülne a parlamentben, teoretikus, akkor csatlakozna a Jobbik kezdeményezéséhez? Én azt gondolom, hogy meg lesz az elegendő aláírásuk így is, mert ugye 50-re van szükség. Én azt ez gondolom, egy politikai döntés kérdése, mert ugye arról beszél, hogy nehogy már a Fidesz kottájából játszunk. Lehet, hogy csatlakoznánk, de azt hiszem, hogyha bent lennénk a parlamentben, akkor is arra fókuszálnánk, hogy az emberekkel a parlamenten kívül beszélgessünk, és abból a politikai apátiából ébresszük fel őket, amiben az egész ország szenved. Látjuk, hogy nagyon sok értelme nincs annak, hogyha az ember parlament, vagy a politikusok parlamenti politizálással töltik az idejük és munkájuk nagy részét, sajnos. Úgyhogy ezt ilyen. Azt hallotta, bocsánat, azt hallott, hogy Szaúd-Arábiában már nők mehetnek futballmeccsre? Igen. És az el tudják képzelni, hogy lesz egy olyan magyar parlament, ahol szintén beengedik a nőket? Nehezen, de talán. Na, úgy sem engedik be minden stadionba őket. És szeszes ital továbbra se vásárolhatnak, ugye azt megtorpedozták. Na jó, menjünk tovább. Aval folytatjuk, ugye a Freedom House-nak kijött egy friss jelentése, és ez a jelentés ez azt mutatja, meg pontozzák az országokat, nem csak az Európai Unió országait, a világ országait. Nos, az Európai Unión belül a demokrácia és a szabadságjogok tekintetében Magyarország kapta a legkevesebb pontot, vagyis mi állunk a legrosszabbul. Az Európai Unió legkevésbé demokratikus országa Magyarország, állítja a Freedom House. A szabadságjogokat vizsgáló szervezet szerint Magyarország szabadnak minősül ugyan, ám a demokrácia állapotát mérő 100-as skálán csak 72 pontot ért el. Az EU második legrosszabb helyezettje Bulgária 80 ponttal. Az Unió 28 tagállamából 16 és 90 pont fölött jár, vagyis a világ legdemokratikusabb országai közé tartoznak. Az egész világon csak a skandináv országok értek el 100 pontot. Finnországban, Svédországban és Norvégiában ezek szerint tökéletes a demokrácia. Magyarországról azt írja a Freedom House, hogy sikertörténet is lehetett volna az előző évtizedekben, mostanra azonban egy autoriter rendszer felé halad. Na, készen álltok egy kis elmélyült gondolkodásra. A kérdés az úgy hangzik, hogy ki vezette a Freedom House tollát a jelentés megírásakor Kovács Zoltán kormányszóvívő szerint. Soros György. Hát még kettőt mondjon, hogy legyen verseny. Lassúak voltatok, Anna lecsapta. Igen, Soros György. Meglepő volt a válasz. Igen, csak ha erre válaszolunk, ez az albán légvédelem, illetve az albán tiltakozás, amikor mindig a 60-70-es években berepültek amerikai gépek Albánia fölé, és akkor az albánok tiltakoztak. Mutasd be ezt a tiltakozást, hogy milyen volt az amerikai gépek. Én ismerem ezt a viccet, elég vagyok hozzá. Hát ő finoman mutatta, de van ennek egy... Televízióban vagyunk. Na most az a baj, hogy mindig megállapítunk egy-egy ilyen dolog után, hogy szörnyű, borzasztó, jaj, mit csinál velünk ez a Fidesz, miközben, ha nem mutatunk erőt, ha nem lesz itt egy komoly ellenerő,
ha nem ez lesz a legfőbb cél, hogy mindenki, akinek ez nem tetszik, az közösen cselekedjen, addig más nem tudunk csinálni, mint ahányszor ide behívsz minket, elmondjuk, hogy jó, borzasztó. Tök jó pofa, hogy Albániát említetted, mert mondhattam volna azt, hogy kicsit aggódom, hogy Albánia, Montenegro és Moldova csúnyánk ránk mászott 68-67, illetve 65 ponttal, de tényleg nem vicces. Tehát igazatok van abban, hogy ezt nem lehet elviccelni. Marha nagy a baj, én is azt gondolom. De egyébként az a baj, hogy ebben mi vétkesek vagyunk, tehát ezt mi hagytuk mindannyian állampolgárként, tehát van egy 10 millió magyarnyi részünk ebben a dologban, és én például azért jövök el, meg azért próbálok elindulni képviselőnek is, meg azért próbálok mindent megtenni a jelenlegi munkahelyemben is, hogy ezen változtassunk, mert ez egyszerűen elképesztő. Egyébként amikor ezt a számot hallottam, illetve ezt a helyezést, hogy hányadikok vagyunk a listán, akkor az első érzésem az volt, hogy megsértődtem. Tehát azt mondom, hogy az euró. Kovács Zoltán rájöttem, is megsértődött. Na jó, igen, csak nem ugyanazon az alapon sértődünk mi meg. Tehát én nem jártam a Soroshoz, mint a Kovács. Tehát de innen csak fejlődni én... lehet. Ha utolsó előttiek leszünk, akkor Fidesz felmutathatja. Igen, és aztán utána rájöttem, hogy hoppá, de hát milyen mezőnyben. Tehát azért ez mégis Európa. De hát ott is kiábrándító, tehát mi azért magunkat mindig egy kicsit előbbre taksáltuk, és hát valószínű, hogy ez a valóság. De afrikai és dél-amerikai országok is előttünk vannak, és sőt, Szerbia is előttünk van. Ezen sem csodálkozom. Tudjátok, azért nem értem a sértődést, mert pontosan azt mérte a Freedom House, amit Orbán Viktor bejelentett, illiberális demokráciává tenni Magyarországot. Tehát gyakorlatilag a Freedom House visszaigazolta Orbán Viktor törekvését. Igen, csak aztán miért veszi akkor ezt bárki rossz néven, mondjuk kormány oldalról? Először, mert rosszul esik, mert elmondom miért, mert hogyha egy kicsit idősebb leszel, Teddy, te is egy kicsit idősebb leszel, akkor fogod látni, hogy amikor a tükörbe nézel, akkor egy sokkal szebb képet mutat rólad a tükör, mint amilyen valójában vagy. És amikor... Én ezt még sose éltem meg őszintén, szóval szeretnék eljutni ebbe az állapot. Azért mindegy, hát akkor rossz a tükrötök. De, és amikor kapsz egy olyan képet, amelyik nem beállított kép, akkor megdöbbensz, hogy hogy nézel ki, mert nem ahhoz vagy hozzászokva. Tehát amikor egy tévéstúdió felvételét utólag megnézed, és látod, hogy rossz helyen ülsz, mert forodafordul szolid, és ettől ilyen ideges, bolond külsőt kezd lenne a képernyőn, akkor rájössz, hogy milyen is vagy valójában. És ezzel is ugyanez a történet, hogy amikor először megláttam a képet, akkor azt mondtam, hogy ez nem az, ami bennem él, és amikor végig gondoltam, akkor azt mondtam, de ez az. Mert tényleg demokráciában eljutottunk a béka feneke alá, legalábbis ebben a térségben. Bocsánat, én kérdezem magát, amit 25 évvel ezelőtt részt vettem a demokratikus kartában, és amikor feltámasztani, még pláne nem. Hogy mi legyünk ott meg ezzel a névvel. De állandóan én összefogás hirdetek, és céltábla vagyok, és már viccelnek rólam a fiatalok, hogy ez az összefogáspárti matuzsálem, de hogy nincs szükség egy olyan mozgalomra, amelyik nem szakkérdésekben tiltakozik, hogy most az egészségügyért, mert beleszaladtak abba, hogy hát, ki tehet róla a Fidesz, az oktatás, ki tehet róla a Fidesz, Hogy egy nagyon széles mozgalom 18 után, ahol becsatlakozhat mindenki, nem azt lesi, hogy a másik mit csinált azelőtt, és milyen vaj van a fején, meg mit keres itt, hanem közösen rendkívül sok értelmiség az ország minden tájából egy csomó ember, ne nevezzék ezt pártnak, ne akarjon párttá alakulni, de föllép az ilyen esetek ellen, és akkor nem lehet azt mondani, hogy ezek Soros bérencek. Szerintem abszolút szükség van erre, de én azt hiszem, hogy ez párt szerepkörön kívül ez nem működik, tehát hogy arról van. Hát szó, hogy az ellenzéki... Amit én mondtam, az működött. Oké, okay, de... Mondod hiszem, ezt hogy... te miniszterelnök jelölt helyen. Nem. Most fél a viccet. A demokratikus karta 92-93-ban 100 embert kihozott, nem ő hozta ki, az ember kimentek, és véletlenül ott volt a demokratikus karta, de beletrafált valamiben. Na, de 100 000 ember, akkor 92-93, az a probléma, hogy nem a demokrácia az a szó, amivel ki lehet vinni az embereket az utcára. De a demokráciát sajnos, lefordítod, akkor a korrupciónál vagy pillanatok alatt. A korrupcióval se lehet kivinni az embereket az utcára. Az embereket azzal lehet kivinni az utcára, amit a zsebükön éreznek közvetlenül. Mert az emberek ebben az országban nyomorultul élnek, borzasztó problémákkal küzdenek, a megélhetésért küzdenek, a nyugdíjasok fele a létminimum alatt van, a nyugdíjas létminimum alatt, a lakosságnak a nagy része ott van, hogy se tévét nem néz, semmit nem néz. A demokráciában minden belefér. Okay, az összes téma okay, beletehető a demokráciába. De most hát ez az alapkérdés. Itt az, egy diktatúra az alapkérdés, van. Az alap, egy diktatúra vagy demokrácia?
Itt diktatúra van ebben az országban. De a demokráciát elkezdett ragozni, akkor pillanatok alatt az egészségügynél is azok... Te bármit elkezdesz ragozni, az is visszamegy az utcáról, aki kiment. A klik az nem diktatúra? Szemben a klik az önkormányzatoknak az oktatási... Van, a tankerületi központ Tessék? Van. Most már tankerületi központ van, nem klik. Na, visszatérnék az eredeti Anna. Kérdésre, vettek egy levegőt, úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy szerintem azért alapvetően arról van szó, hogy az összes ellenzéki párt vagy arról beszél, hogy összefognak-e, kivel fognak össze, kinek a javára lépnek vissza, kinek a javára nem lépnek vissza, és ez egész egyszerűen nem fogja meg azokat az embereket, akik teljes mértékben eltávolodtak a politikából, egyáltalán nem hisznek már abban, hogy bármi történhet még ebben az országban, ami nekik, vagy a gyerekeiknek, vagy az unokáiknak jót tehet. És én egyetértek abban, hogy abszolút szükség van egy olyan szerveződésre, ami egyszerűen felkelti az embereket ebből az apátiából, de hogyha nem lesz az ellenzéki oldalon egy olyan párt, aki hitelesen tudja ugyanezt képviselni, aki nem tudom, országosan tényleg egy olyan mozgalmat épít, ami helyben ott van mindenhol, akkor szerintem egy mozgalom sem tudja ezeket a hiteltelen pártokat valahogy így megtölteni élettel. Amit én mondtam, akkor ez megteremtődött. De 92-ben szerintem azért több hiteles párt volt, bár erre önök jobban emlékeznek, de... Én azt gondolom, tehát hogy... ott van a kulcs, hogy helyben ott van mindenhol. Olyan nem, országban élünk, de számomra ott van. Hát számomra arról, nem, számomra hogy... meg ott van. De azért bocs... van ott, az, bocs, azért van ott számomra, mert... Nem rúgok az a könnyen labdába. Azon, igen, majd belejövök. Igen, pár év. Azért egészen más a helyzet, az akkori helyzet, meg ez a helyzet, de most már nagyon kínos a dolog, mert ugyanazokban a tévékben magam ismétlem, mert akkor a rendszerváltás előtt az összes médiumban egy nagyon szűk pályán lehetett eljutatni az üzeneteket a sorok között. De mindenhol el lehetett juttatni. Tehát a sorok között mindenki ez eljutott, és akinek volt vevőkészüléke ezekre a sorok közötti üzenetekre, azokhoz eljutott. És most a 95%-hoz nem tudunk üzenetet eljutatni. Tehát számomra azért az a kulcs szó, hogy ott helyben szervezete van bárkinek, mert csak úgy lehet most ezen az apátián úrrá lenni, hogyha megfelelő üzeneteket fogalmazunk meg, amit éreznek a bőrükön, egészségügy, pénz, és azt eljuttatjuk személyesen, mert most már tényleg az utcán kell dolgozni, ahogy ti is dolgoztok, és ahogy korábban például a Jobbik dolgozott, és ahogy minden pártnak dolgozni kell, és talán még van egy kis óriás plakátfelület, meg van két televízió, meg van egy kereskedelmi televízióban egy kiradó, de egyébként a meló nem spórolható meg, Teddy, akkor egyszerűbb volt a helyzet, mert de most akkor nem volt egy Napzárta című műsor, te, vettél észre? És a Napzárta című műsor... Én gyakorlatilag ajánlatot tettem a Momentumnak, mert maguk lehettek volna ezek, ha nem alakulnak pártá, és terebélyesednek, és szélesednek, és fölkerülnek egy csomó ügyet. Én sajnos úgy látom a Momentumnál, hogy valami rosszat is mondjak azért, hogy megfordították a dolgot, hogy az ellenzéki pártokat akarják legyőzni, ahelyett, hogy a Fideszt akarnák legyőzni, és utána kell legyőzni az MSZP-t, meg a DK-t, és nagyon sok korombeli ember szavazna magukra, és dukkolna maguknak, talán még én is, hogyha ezt tennék az MSZP és a DK ellen, csak fordítva, mert a Fidesz kéne eltakarítani, de mozgalomként szerintem már előbbre tartanának. De mozgalomként voltam olyan fórumon, ahol Momentumos vendég volt, és aki még a pártáalakulás előtt arról beszélt, hogy nem biztos, hogy ők 18-ban el akarnak indulni a választásukon. Könyörögtek nekik idős emberek, hogy nekik nem fér bele az életükbe 4 év, hogy ők még várjanak arra, hogy a Momentum pártá alakuljon, és mondjuk 2022-ben elinduljon vár. Én azt meg tudom érteni, hogy őrületes nyomás lehet rajtuk, de bocsánat, mert egyszerűen van egy csodavárás az országban. Na igen, de most pont a Fidesz tartósítják azzal, hogy külön elindulnak, mozgalomként szerintem többet tehettek volna mi generációként. Várt kérnek a végét, hogy fognak ők külön elindulni. Mi nem annyira hiszünk az összefogásban. Én nem annyira hiszek abban, hogy valaki, aki amúgy szavazna mondjuk az LMP-re, az szavazni fog egy olyan formációban, ahol összeáll az LMP, a DK, a Jobbik, az Együtt, az MSZP. Az igen. A koordináció és az összefogás az teljesen összemosódik hát, az emberek fejében. Hát amiről én beszéltem Jobbik, tehát az már 106 egyéni jelölt. De Teddykém, azt vett figyelembe, hogy mozgalomként nem kap egy fillér pártámogatást sem. És ebben az országban olyan szegény emberek vannak, hogy azok, akik jelöltek egy pártnál, azoknak adott esetben problémát okoz az, hogy egy fotózásra felutazzanak mondjuk a fővárosba, vagy egy továbbképzésre elutazzanak egy megyeszékhelyre. Én voltam a DK pénztárosa. Most, hát figyelj, hogyha érveid vannak, akkor engem meg lehet nézni.
Tehát a semmit én osztottam be. Egyébként szerintem ugyanarról beszélgetünk, pont most a, ameddig tehettem, néztem a pécsi közvetítést, ugye az MSZP most Pécset van országjáráson, ez a következő témánk, és Kunhalmi Ágnes azt mondta, hogy a reménytelenség a Fidesz legfőbb szövetségese. Ez nagyon rímel szerintem Oroszonna szavaira, úgyhogy ezzel folytatjuk MSZP kampánytúra. Mit jelent ez a szociális demokrácia? Beszéljünk például a bérekről. 10 évvel ezelőtt a magyar átlagbér, a német átlagbér egyharmada volt. Most az egy negyede. A kormány, és köszönjük meg Kövér Lászlónak, hogy idén is elmondta az maga igazságbeszédét, egyszer arról beszélt egy fórumon, hogy a magyar kormány nem szeretné a magyar emberek fizetését emelni, mert ez rontja Magyarország versenyképességét. A fideszes áldemokrácia úgy beszél a bérekről, mint valami tehertétel, amit fogcsigolgatva, de azért ki kell fizetni az embereknek. És azt keresi, hogyan lehet a magyar és a nemzetközi nagytőke előtt letérdepeltetni a magyar munkavállalókat. A szociális demokrácia programja az arról szól, hogy igenis lehet felelősen olyan kormányzást csinálni, ami hozzásegíti a magyar embereket ahhoz, hogy megkapják a jussukat, megkapják az adósságukat, megkapják azt a méltó fizetést, ami a munkájukért jár. Ugye Karácsony Gergely a szociális demokrácia programjáról beszélt, és hogyha jól emlékszem, ezt Pogácsa Zoltán írta le először. És Pogácsa kimutatta táblázatokba, hogy az nyeri a választásokat mindig, aki több pénzt hagy az embereknél, vagy többet ígér nekik. Ez történt Medgyessy Péter esetében, és ez történt a Fidesz kormányok esetében is. Ilyen egyszerű a recept, és mintha ezt most Karácsony Gergely felismerte volna. Marha sok ígéret elhangzott egyébként, tehát itt az igazságos adórendszertől kezdve az azonnali béremelés nagyon sok embernek, átfogó egészségügyi reform, és így tovább. Tehát, hogy konkrét dolgokat belengetett. Ez új, nem? Hát nagyon jó, hogy végre nem arról beszélünk, hogy kikivel áll össze, meg kikinek a miniszterelnök jelöltje. Egyébként nekem egy picit elszorul a szívem, amikor látom ezt a képet, Karácsony Gergőt, az MSZP és a Párbeszéd emblémája mögött. Bocsánat, ezt még meg kellett jegyeznem. De mert miért is? Hát mert Karácsony Gergő, aki a régi politikai elittel szemben határozta meg magát egészen sokáig, most ott áll az MSZP emblémája mögött, azt hiszem, hogy ez egy picit... Nem akarom őt bántani, de nekem ettől rossz érzésem van, és szerintem sokan másoknak is, de nem akarom bántani. Ez megint ugyanaz a kotta, tehát legalább szeressük azokat, akiket szeretni lehet. Hogy mondjak, nemrég járt iskolába, és ne vegye rossz néven, de azok, akik most politizálnak, nem emlékeznek. A Bethlen Gábor protestáns volt, összefogott a török szultánnal a katolikus császár ellen, előtte összefogott a katolikus császárral a török szultán ellen a 33 éves háború idején, ezt nevezik Erdély aranykorának, és tizenvalány év alatt nem volt idegen csapat Erdélyben, és nem viseltek háborút Erdélyben. Maga úgy beszél az MSZP-ről, mint egy ellenfélről, meg hogy micsoda szomorú, hogy akarják a Fideszt legyőzni, hogyha nincs mindenki a fedélzeten. Azt hiszi, hogy én a szászói kertben boldog vagyok 100 vendégem láttán. Nem azért hívom össze őket, mert ők az én barátaim, hanem mindenkire szükség van. Szerintem nem az összefogás koncepciójával van baj, úgy általánosságban, hanem azzal van baj, hogyha mögött nincs egy olyan elképzelés, ami az emberek számára világos, hogy mi köti össze ezeket a pártokat, és mit fognak csinálni 18 után, ha véletlenül... Az a jó sín, a bérek. Tök jó, hogy erről beszélgetünk, és végre nem az összefogásról. Én is egyetértek azzal, hogy elképesztően alacsonyak a bérek Magyarországon. Én inkább arról beszélnék, hogy hogyan lesz ez egy olyan gazdaság, ahol a vállalatok mondjuk korrupció nélkül tudnak érvényesülni, ahol mondjuk azokat segítjük, például a nőket, akik visszatérnének a munkaerőpiacra, de nem tudnak az anyaság után, vagy a fogyatékkal élőket, akik hihetetlenül nagy mértékben kiszorulnak a munkaerőpiacról teljesen oktalanul. Mindenki, ebben az országban mindenki, aki rászorult valamire, az mind hátrányos helyzetben van. Tehát aki tudja az érdekét érvényesíteni, az boldog volt. De aki bármiért, mert beteg, mert nő, mert gyereke van, mert rossz az, azt rögtön elfelejtik. De egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. A Nógrád megye nagyon rosszul áll, én Nógrád megyében dolgozom, ott élek, és Nógrád megye nagyon rosszul áll mindenféle mutatóban. Gazdasági növekedésben, megtermelt javak, mindenben rosszul áll, egészségügyben is. Még a csecsemő halálozás is Nógrád megyében a legnagyobb, ami érthetetlen, illetve nem érthetetlen, mert a szegénység, a rossz egészségügyi helyzetben.
és akkor egy politikus kiáll, és büszkén elmondja, hogy tavaly Nógrád megyében emelkedtek legjobban a bérek. És én nem tudok oda menni és képen vágni ezt a politikust, mert nem vagyok ott, mert azért emelkedtek legjobban Nógrád megyében tavaly a bérek, mert ott dolgozik arányaiban legtöbb ember minimálbéren, és a minimálbéreket emelték kötelezően, tehát a legszegényebb megyében emelkedtek legjobban a bérek. A választó oda és tud nem menni, érti, és képen tudja vágni. Igen, és azt kell neki elmondani a választónak, hogy drága választó, azért emelkedtek nálad legjobban a bérek, mert te vagy a legjobban kizsákmányolva. Gábor, neked a béret tartják leginkább alacsony a mesterséges. Ők az én előzenekem voltak, mert pénteken megyek az Irgalmasok utcájában, a Pécsi kávéban dedikálni péntek délután az Orbán könyvemet. Hát elhelyezett egy kis promóciót. De ez egy, szerintem az Orbán könyvről azért hoztam szóba, mert 23 vidéki beszédét elolvastam az Orbánnak a Modern Városokban. Nem tudják, könyvet az Orbánról? Nem tudjátok, hogy harmad magammal, nem tudjátok, hogy mit ígért. Azt nem lehet überolni. Van az a kis anekdota, hogy Markos és Nádas vitatkozik, hogy ki tud nagyobb Árpádházi királyt mondani. Azt mondja Nádas, negyedik Béla, azt mondja a Markos, ötödik Béla. Tehát én nyertem, azt mondja Nádas, de hát ötödik Béla nem volt. És? Tehát úgy gondoljátok, hogyha ez a téma, hogy ki ígért többet, hát Angliában nem lehet többet ígérni. Akkor megfordítom a kérdést, lehet ígéretek nélkül? Tehát el tudod képzelni, hogy le lehetne váltani az populista Orbán kormányt? Populista kormányt nem lehet, csak populista módon. Akkor megérkeztünk. Egyébként karácsonytól elhangzik ez a mondat, ez is megér egy kört, hogy hogyan leszünk képesek ezt az országot lecsendesíteni. Tehát ez az a téma, amiről beszélünk, egyszerűen olyan magasra lesz emelve az ígéret spirál, olyan magasra van korbácsolva a gyűlölet, az ellentét, nem tudom. Ez tényleg egy nagy kérdés, de hát ehhez előbb választás kellene. Hát állomásokat ígért 23 városban. De egyébként szerintem a választók meg azt, hogy miért nem vágják pofon a politikusokat, inkább ez a kérdés, mert az ígéret spirál az valószínűleg tényleg megállíthatatlan, de hogy ehhez kell az, hogy egyszerűen eszközt adjunk a kezükbe is. A választó fél, a választó kiszolgáltatott, a választó megalázott, nagyon nehéz. Tehát azért igen, kell... csak amikor sok választó találkozik egymással, aki mind fél, és mind nem tudom... Mitől fél a választó? Bocsánat, mindentől fél. Hát attól, hogy kirúgják az állását. Nem mindenki állami alkalmazott. András, de mindenkinek van egy veje, aki kap segélyt az önkormányzattól, mindenkinek van egy tanár, nem tudom, férje, felesége, és egyszerűen tönkre tudja tenni. Figyelj, az unión belül a legrosszabb a demokrácia és a szabadságjogok helyzete. Ezt nem én mondom, a Freedom House most mérte meg. Egészségügyi rendszerről beszélgettünk elég sokat. Oktatási rendszer. Nyilván azok, akik közalkalmazottak, köztisztviselők elveszthetik az állásukat, de hát ez mondjuk az egy negyede legfeljebb a magyar lakosságnak, a dolgozó, a felnőtt korú. Nem akarjól akarok beszélni. 5 helyen mondták vissza a dedikációt, Pécsről is visszamondták, lelkesen azt mondták, hogy jöjjünk, és aztán azt mondták, hogy mégse. Nem sorolom fel. Belenyúlt az önkormányzat, azt gondolod? Nem tudom, hogy ki hol nyúlt bele. Mindenbe belenyúlnak. Mindenbe. Hát amikor mondjuk soros intézményeknek ugye nem lehet bérbeadni helyiségeket. Nekünk se adnak oda, nem tudom, egy vendéglátóegységet, ahol szeretnénk egy fórumot tartani 30 főnek, vagy elmegyünk tartani egy fórumot Szombathelyen. Egy magántulajdonban lévő vendéglátóhelyet nem adnak oda. Hát mert másnap kimegy az adóhatóság, van az önkormányzatnak is adóellenőrzési lehetősége például, tehát nem kell a NAV-ra gondolni. Tehát egyszerűen egy vidéki városban egy polgármester meg tudja keseríteni az ott élők életét. Megjavítani sokkal nem tudja, de megkeseríteni meg tudja. És ettől, és nem vigyá, tehát most felszorítottak engem is arra, hogy menjek a Bálnába erre a zászlóbontásra, és tiltakozzam, ha nem tudom mi milyen. Ja, Szita Károly téged is meghívott? Igen, engem is meghívott, és hogy tiltakozzam, és vigyem a zászlónkat. Én nem Jónás mentem, nem volt ott? A Bálnában. ő már kiment. És akkor ilyen és a polgármesterek meg mennek. Na most, hogyha erre el lehet őket a település zászlajával csábítani, hogy egy hülyeség mellett kiálljanak, amit nem is értenek, hogy miről van szó, mert látszott, hogy nem értik, hogy miről van szó, amikor megkérdezték őket, bármit meg lehet csinálni. Tehát nagyon rossz, nagyon... Foci meccse azt mondták, hogy nem jött a csapat, ha benne vagyok. Mert bal oldalon fogok kiáltozni?
Tehát csak a bal szélen szaladok el. Jó, azt akartam mondani, hogy abban tudunk segíteni, és abban tudtok ti nagyon sokat segíteni, és abban gondolom, hogy egy kicsit én is tudok segíteni, hogy olyan emberek, akiknek nincs vesztenivalójuk, és mégis valamilyen módon hatást tudnak gyakorolni, a többiekre kiállnak, és azt mondják, hogy gyertek, gyertek, próbálunk segíteni, és minél több ember kell. Tehát én abban reménykedem, hogy majd még mellém egy-két kolléga is, aki, ez nagyon kínos dolog, hogy szóba hoznak egy párttal, meg hogy politikus leszel, meg a Teddyvel kell vitatkozni. Ezek nagyon lenézik az idősebb generációt. Ajánlom szíves figyelmükbe, mert a legbátrabbak, a legradikálisabbak. Miért néznék az idősebb generációt? Az idősebb generáció nem hagyja őket szóhoz se jutni. Nem azokra gondolok. Most elakadtak egy pillanatra. Nem. Azokra gondolok, azoknak, akiknek már nincs semmi veszteni valójuk, akiket nem lehet kirúgni sehonnan. Azok akarják a legjobban, hogy itt változzanak a dolgok, azoknak nincsenek szempontjai. Na, Orosz Annája, a szó személyes megtámadtatás címén. Amúgy pont ezt akartam mondani, Szombathelyen volt egy fórumunk, ahol eljött két pedagógus, és az egyik nyugdíjazás előtt állt, és azért jött el, mert hogy neki már nincsen semmi vesztenivalója, a másik meg egy bátor fiatal pedagógus volt, aki miután, nem tudom, a Facebookon bejelölte, hogy jön a fórumunkra, másnap reggel az igazgatóiban találta magát, és elbeszélgettek vele, hogy ezt, hogy... maguknak. Én nem bántottam meg, úgy nézett ki? Na, hát, egy kicsit le tudunk sűrődni a kőkemény politikáról, vagy belpolitikáról. Az utolsó témánk annak a 17 éves fiúnak az esete, akit a bíróság nem vett előzetesbe azután, hogy megölte előre kitelvelten 19 éves barátnőjét. Hazaengedték az Újlak utcai gyilkosság gyanúsítottját. Mint beszámoltunk róla, a 17 éves V. Dávid szombat hajnalban leütötte 19 éves szerelmét, majd elvágta a lány torkát. Elfogása után a fiú beismerő vallomást tett. Ennek ellenére a bíróság nem rendelte el előzetes letartóztatását, hanem házi őrizetbe helyezte. Bár az ügyész szökés és elrejtőzés veszélye miatt kezdeményezte V. Dávid előzetes letartóztatását, a bíróság megállapította, a fiatalkorú gyanúsított rendezett családi körülmények között állandó lakcímen a családjá él. Büntetlen előéletű, tanul és állandó munkahelye van. A bíróság szerint a szökés és elrejtőzés veszélyét a házi őrizet is képes megakadályozni, aminek eredményességét a nyomkövető eszköz tovább fokozza. Az ítélet nem jogerős. Na, azt kérem, hogy gyorsan mutassuk meg, hogy áll a nap kérdése szavazás állása. Ugye ez volt a téma, egyetértenek, helyeslik-e a bíróság döntését vagy nem. Kíváncsi vagyok, hogy változtak-e a számok. Mutassuk a táblázatot, hogyha lehet. 95%, tehát talán 1%-ot csökkent azoknak a száma, akik azt mondják, hogy felháborító, hogy nem zárták börtönbe. Ilyenkor azért nem bánom, hogy az ítélkezés nincs laikusokra bízva. Tehát ugye házi őrizetről van szó, és nyomkövető van ennek a fiúnak a lábán, aki egyébként, ők jó kérdés, hogy rendezett családi körülmények vezethetnek-e oda, hogy valakiből gyilkos legyen, azt is mondjuk, hogy vagy tegyük hozzá, hogy ő gyanúsított ebben a pillanatban, de beismerte a gyilkosságot, de szóval, hogy mennyire lep meg ez benneteket, hogy az emberek döntő többsége felülbírálja a bíróságnak a döntését és a szakszerűségét. Semennyire. És a laikusok 95%-a börtönbe küldeni ezt a 17 éves srácot. Szerintem egy ilyen... Te is? Igen. Na. El tudsz képzelni egy 17 éves gyereknél egy olyan élethelyzetet, ahol a börtön jobb emberré teszi őt? Én a következőt tudom elképzelni, hogy különbözőképpen ítélkeznek a bíróságok, mint a futballbírók is, bocsánat. Ott volt a Szentendrei úti eset, ahol 170-en mentek 6 liter borral, és belerohantak két ártatlan ember. Ott volt a Dózsa-György úti eset, gázolás, ahol rendkívül érdekes volt az úr, aki azt elkövette, és össze-vissza hazudozott hónapokig. Itt van ez a sündisznó, én nagyon szeretem a sündisznókat, de 3 évet adtak egy sündisznóért. Tehát azért, aki 17 éves korában azt mondja, hogy úgy fogsz járni, mint 4 nappal ezelőtt itt Keresztúron valaki, ha ez bulvár hír és nem igaz, akkor visszavonulok, és a bíró indoklásában az van, hogy rendezett családi körülmények között él, tanul és dolgozik, hát már bocsánatot kérek, hát ha egy gyilkosságért nincs előzetes letartóztatás, akkor miért van? De Teddy, nem felmentette őt a bíróság, egyszerűen azt mondták, hogy mindaddig, amíg nem került tárgyalásra a dolog, addig ennek a fiúnak a szökés és elrejtőzés veszélyét kiküszöbölhető úgy is, hogy otthon van, van egy nyomkövető a lábán, és a rendőrök naponta el. Hát, meséljek a nyomkövetőről, ahol már Szicíliában van az illető. Teddy a példa arra, hogy miért nem szabad aknára lépni. Tehát ez is egy akna, ez a téma is egy akna. Tehát, hogyha ebben a témában megnyilvánulsz bárhogy, akkor rajta vagy az aknán. Tehát erre egy jó válasz, hogy kikerülöd, nem beszélsz róla semmit. Ugyanis, azt nem tudom, ugyanis
amikor bármilyen bűncselekmény van, az érzékenyen érinti az embereket, és mindenki vért kíván. És pont ezért nem bízzák laikusokra az ítélkezést, mert ha laikusokra bíznák, akkor ez lenne belőle. És az ítélkezés az egy szakma. Tehát erre egyetlen egy válasz adható szerintem, ami a korrekt válasz, hogy megvannak a szabadlábra helyezésnek a feltételei, törvénybe elevírt feltételei, a bíróság azt tudja, reményeim szerint tudja, reményeim szerint helyesen alkalmazza, és a bíróság döntését nem magyarázzuk, nem véleményezzük, és abban reménykedünk, hogy egy olyan jogállamban fogunk élni, amikor az ügyészségnek a kérdéseit és válaszait sem fogjuk megkérdőjelezni, mert akkor lennék én nyugodt, hogyha nem csak a bíróságban bízhatnék feltétel nélkül, hanem az ügyészségben is. Ez itt nincs. Nagyon, nagyon érdekelne Anna véleménye, egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy közülünk korban is ő áll a legközelebb az érintettekhez, meg hogy az áldozat egy nő volt. Szóval, hogy mit gondol erről? Hát egyrészt az, hogy Magyarországon, ahol az embereknek a bizalma egymásban, meg az intézményekben az a mínusz 300. emeleten van valahol, ott egyáltalán nem csoda, hogy egy ilyen eset után ilyen statisztikákat látunk. Persze, ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy szerintem arról kellene beszélni, hogy a fenébe juthatott el odáig egy 17 éves fiú, hogy ilyet tegyen, anélkül, hogy ezt bárki észrevette volna mondjuk az óvodában, vagy az iskolában, vagy a középiskolában, ahova járt, hogy valami nem stimmel ezzel a fiúval. Hogy lehet az, hogy mondjuk a pedagógusok annyira le vannak terhelve, mert nincsenek körülöttük, nem tudom, segítő emberek, gyerekpszichológusok és a többi, akik felhívnák a figyelmüket arra, hogy álljál, itt valami nem stimmel, és hogyha nem lépünk közben, nem avatkozunk közben, akkor baj lesz. Ez felismerhető lett volna, Anna? Tehát szerelemféltésből elkövet egy gyilkosság, amióta történelem hát, létezik hát azóta. Én azt gondolom, hogy ennek vannak jelenleg. Egy mondatot hagyd mondjam, mert félreérthető, és most úgy nézek ki, hogy halálbüntetés követelek. Megmondom, hogy miért mondom, hogy börtönben a helye. Mert ez a 17 éves fiú nem rendezett anyagi körülmények között él, nem állapítja meg a bíró, hogy tanul, meg munkahelyen van, hanem ez a falu végéről jött egy nagyon rossz helyről. Ez keményen már bent lenne a siten. Tehát ez egy olyan jogtalan megkülönböztetés, ami ellen mondtam ezt. Nem tudjuk szakma, de hagyd mondjak valami. Bocsánat, nagyon röviden. Át kell adnunk a szót a híradónak. Hát ennyire röviden. Sok meg két maradtunk. Kiváló ember csatlakozik még ehhez a beszélgetéshez, Holló Márta és Rónai Egon. Velük beszélgetek most egy kicsit arról, hogy utánunk következik a híradó, és azt követően a híradó után kezdődik az egyenes beszéd. Érdekelnek a témák. Szervusz András, jó estét! Szervusztok. Jó estét! Nyilván hallgattunk volna még mi is benneteket, mert érdekes az a téma, amiről beszéltek, ezzel is foglalkozunk, de ezen túl szó lesz arról, ami egyelőre nem tudni, hogy álhír kormányzati kommunikációs hadviselése, vagy valódi terv, hogy a kormány kitiltaná Soros Györgyöt Magyarországról. Bármilyen abszurdnak hangzik ez a mondat. Az Origo ezt hozta ma elsőként, és azt szeretnénk kideríteni, hogy mi állhat ennek a hátterébe. Tavaly felmerült már állítólag ez az ötlet, akkor Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, erre nincs lehetőség, és valóban elég abszurd is, hiszen egy magyar állampolgár van szó, de foglalkozunk a témával. Illetve azzal is foglalkozunk, hogy Kósa Lajos a Modern Városok program sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy ha Hódmezővásárhelyen a független Márki-Zay Péter lesz a polgármester, akkor ő nem tudja azt garantálni, hogy ugyanúgy érkeznek majd oda a pénzek, ahogy korábban, mert kétszer-háromszor kell majd ellenőrizni, sokkal nehezebb lesz ezt a várost anyagi támogatáshoz juttatni. Azt gondolom, hogy nagyon súlyos mondat ez is. Köszönöm szépen, ezek tehát a hírek a híradóban, és mi lesz a háttér az egyenes beszédben? Én meg csatlakozom majd hozzátok, mert hogy jön hozzám Gatter László, aki a Fővárosi Bíróság volt elnöke, bíró ember, illetve már letette a talárt, most ügyvédkedik, hogyha meg lehet a véleménye erről az ítéletről, amiről ti beszéltetek, ami persze egy köztes ítélet, tehát most nem az történt, hogy elítélték és felmentették, nagyon helyesen mondtad, hanem ezt a fiatal embert hazaengedték. Aztán beszélünk majd arról, hogy megvan, hogy ki lesz a kihívója a DK részéről Szél Bernadettnek Budakeszi. Lehet, hogy meglepő, dr. Tóth Zoltán választási szakértő, úgyhogy őt is kérdezem. Majd jön Fodor Gábor, aki valamit biztosan tud, mert hát ő az a pártelnök, aki akármi is történik, valahogy mindig ott van valamilyen összefogásban, és valahogy mindig bejut a parlamentbe, most is erre készül. És megkérdezem majd Juhász Pétert, hogy bátor-e vagy vakmerő az együtt elnökeként, amikor visszautasítja a DK közös listára vonatkozó elképzelését, viszont megpróbál valahogy az MSZP-vel megállapodni, akik meg bele nem akarnak. És jön majd Bokros Lajos, akivel meg senki nem akar, viszont én majd kérdezem nem csak erről, hanem sok minden másról is. Meg arról is beszélhetünk, hogy Orbán Viktor, Matolcsy György és Selmeci Gabriella ellen hivatali visszaélés, csalás és hűtlen kezelés
címén indít eljárást és tesz feljelentést az MSZP. Úgyhogy Koros Lajost is várom. Köszönöm szépen. Hát ebből az derül ki, az elmúlt 40 perc az biztos, hogy izgalmas volt, de a folytatás is az lesz. Köszönöm szépen, Márta és Egon. És köszönöm szépen a beszélgetést. Oroszlan a Farkasházi Tivadar és Dömsödi Gábor voltak a vendégek ma. Önöknek megköszönöm, hogy figyeltek rá. Viszontlátásra.